Heves reakciókat váltott ki az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság abortusz jogot érintő döntése. A nyugati parttól a keleti partig ezrek vonultak utcára, hogy tiltakozzanak ellene. 13 államban várhatóan egy héten belül betiltják az abortuszt, 13 másikban pedig elveszíthetik a művi terhesség megszakításhoz a hozzáférést, miután a testület megsemmisítette a fél évszázaddal ezelőtti Roe kontra Wade döntést. Ez 36 millió reproduktív korú nőre van hatással. A legfelsőbb bíróság épülete előtt két tüntetés is zajlott, az abortusz ellenesek is demonstráltak. A személyes döntés preferáló tervezett szülőség alapítvány képviselője azt mondta, üzleteink továbbra is nyitva tartanak, nem lépünk visszafelé, ott leszünk a pácienseink számára és segítünk nekik megoldást találni, ha nem férnek hozzá az abortuszhoz saját államukban. Missouri az első állam, ahol a kormányzó bejelentette, hogy hatályba lép az abortusz tilalom. Kansas államot a legfelsőbb bíróság egy 2019-es határozata védi ettől, de a republikánusok által ellenőrzött törvényhozás betiltaná, vagy legalábbis korlátozná a hozzáférést. Egy helyi nőgyógyászati klinika orvosa arról beszél, hogy szerencséjük és védettségük van a 3 évvel ezelőtti döntés okán, de tudják, hogy ezután még több államon kívüli beteget kell majd ellátniuk, és a kansasiek, akiknek még nincs időpontjuk, hozzáférését is komolyan érinti ez. Kamala Harris alelnök szerint ez egy egészségügyi válsághelyzet, mert milliók hajtják úgy álomra ma a fejüket Amerikában, hogy nem juthatnak hozzá ahhoz, amihez reggel még hozzáfértek. A republikánusok a kongresszus épületében ünnepeltek. This great nation can now live up.